Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és ez itt az új csatornám, itt indulunk most újra, méghozzá egy milliómos tub és egy kaszinó kaparással, tartsatok velem, és nagyon sokan kérdeztétek már mindenféle platformokon, hogy mit történt az előző csatornával, hát az szépen így le lett tiltva, azt mondta a YouTube, hogy valami szabályozott áruk kereskedelmével kapcsolatos irányelvet megsértett, amit... Hát nem nagyon értek, mert hogy Zsozétól kezdve Rubenen át egy csomó nagy youtuber is csinál hasonló videókat, mint én. Most, hogy mi volt a bajuk pontosan, azt nem indokolták így egyesével, meg hogy mivel volt kifejezetten a probléma. Na mindegy. Ha kirúgdosnak az ajtón, visszamászunk az ablakon alapon, a videók jönnek, és gyertek ti is vissza. Mindenképp segítsetek annyival, hogy feliratkoztok, illetve lájkoljátok a videót, hogy gyorsan helyreálljon itt a helyzet. És akkor nézzük meg ezt a két sorsjegyet, kaszinó és milliómos klub. Ja, és Twitch-en lesznek az élő közvetítések, ugye egy friss csatornánál nem lehet még élőzni, szóval a Twitch-en várlak benneteket, hogyha majd élőket szeretnétek nézni. 4500 forint értékben pedig most sorsjegyeket kaparok, drukkoljatok, hogy nyerjek valami szép nagyot. Milliómos klub és kaszinó sorsjegyek, ezeket kaparom le. 001 és 023-as sorszám, kezdjük az 1-es milliómos klubbal. Hát, ha ad valami szép nagyot, rám férne. Főleg most ezek után, a parák után. 3 egyforma szimbólum kell az 1-es játékon. Ahhoz, hogy nyerjünk E2, méghozzá megfelelő 3 szimbólum. Egy léghajó D4, egy hajó A4-es repülő. D-es 5-ös, egy vonat, az nem jó semmire, jön egy E4, egy hajó, na jöhetne még egy hajó, E5, hol a hajó, ez nem hajó, ez egy felvonó, aztán B1, helikopter, D3, gyere vitorlás hajó, ez egy autó, C3, a C3-as egy jacht, hát az nem olyan hajó, ami nekem kell. És a D2, meg egy bicikli, sajnos nem volt 3 egyforma. Megyünk a következőre. 3 azonos összeget kell találni. 5 millió. 1 millió. 85 millió. Teli vagyunk milliósakkal. Na 85 millió, és 3000. Meg még egyszer 3000. Nem jött. Nézzük, hogy lesz a szépben egy ilyen pénzkötegünk. Pénzköteg, gyere ide! Mobil? Mi ez itt? Egy ilyen terminális, egy érme, sajnos ez nem jó. Megnézzük, hogy lesz-e X-ből vagy körből 3 egyforma kötésben. X, kör, X. Kör, kör, X. Kör, gyere kör! X, gyere X! Kör. Szókeresés sem. Ki kéne jönni egy szónak. P betűvel kezdünk. Itt van a toppon, meg a partiban. A G az vagy négyszer is szerepelni fog. Meg a rangban. E betű, egyszer. Mi a következő? Egy J. A jutalom elején. N. Háromszor szerepel. M, egyszer van, van B betű is, egyszer, ha jól tudom, V betű is van, ott van a bagyomban, meg a villában, és azt hiszem, hogy ez a kettő, U, háromszor van a U, Z az egyszer, U is van legalább háromszor, luxusban kétszer is ott van a jutalomban. Majd jön egy I betű, itt van a partiban, meg a sikerben, meg a villában. R-ből se csak egy van. Siker, parti, meg rang. A betű jöhetne mondjuk, egy S betű. Hát ott a K betű is jöhetne mostantól, de az S betű az kétszer szerepel. K betű, siker! Sikerünk van, yes, legalább egy nyerő sors egy. Kicsit felvidít. D betű. Itt van a gazdagban, több szó is kijöhet, na még egy A betűt adjál.
Y. Hol az Y? Van Y. Itt van. Mondom, hogy a betűt adják. L. La 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 la. Ott a villában. Meg a jutalomban. De a siker akkor is kijött. És nézzük, hogy lesz-e 13. 3, gyere 10. Hát ez 8. Akkor mennyi a nyeremény? Húha. Most jön az izgalmas rész. Vajon mennyit nyerünk itt a sikerrel? 3000, nem alapnyeremény, yes! P betűket fogok találni. Ha fogok találni betűt egyáltalán, jól el szokták dugni. Na nézzük csak, hol a következő lehetőség. Ott egy P betű. Meg ott a másik. Tehát megvannak a P betűk, megvan a 3000 forintos nyeremény, és van még egy olyan kaszinó sorsjegy, amit nem kapartam le. Hát akkor kaparjuk le ezt is. A mi kártyánk a 2-es, ajjajjajjajjaj, az osztója a 10-es, az a lényeg, hogy a miénk nagyobb legyen, a 2-es volt a legkisebb lap, amit adhat. 6, 7. Jumbo, az viszont nem rossz. De az ász az nagyobb. Nézzük, hogy jön-e két egyforma szimbólum 5000-ért, patkó és zseton, vagy úszógumi. Megnézzük a rulettet, megteszünk 3 számot, a 22-t, a 35-öt és a 12-t. 7, 21 mellé megy, meg összecserélt a számjegyeket, jaj nekem. 16 és 17, hát ez nem jó. 3 egyforma szimbólum kell, dáma 9, 7, jumbo és jumbo. És nézzük az ötös játékot. Itt pedig egyformákat kell dobni. 3, 5, 2, 4 és 6. 1, 6, 3, 2 és 5. 2, 5, 1, 6 és 4. Nem voltak egyformáink. Nézzük a félkarú rablót. Itt nem más a dolgunk, mint 3 egyforma szimbólumot találni. 7-es, harangész, szőlő, bár és cseresznye, cseresznye. Szőlő, 7-es, gyere szőlő, harang. Dobjunk 7-et vagy 11-et két kockával. 3, gyere 4, gyere 4. El, még egy 3-os, az nem jó. Most a 4-es, hát elfogyott a 3-os, 2-t ad. Nyert szóbetűit keressük, az el az jó, a V az nem. Y, R és N, sajnos ez nem nyert. Most jön az ászkeresés. 8, 3, 9 és 4. Nincs ász. 10, 6, jumbo, és 9, itt sincs ász, gyere ász, 5, jumbo, 4, és 10, nincs ász, már csak egy játék maradt, itt pedig 3, egyforma összeg kell, 6000, 10 millió, és 15000, 50000, 6000, és 20000. Akkor nézzük meg a betűket, hát elnéztem valamit, egy P és egy L, nem néztem el semmit. Ez nem nyerő, de a másik meg nyerő volt, így 4500-ból 3000 azért csak visszajött. Rosszabb ne legyen, jobb az jöhet, és hát remélhetőleg akkor ez a csatorna fog megmaradni. Iratkozzatok fel, azzal nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtok segíteni, és mondjátok mindenkinek, hogy a régi csatorna helyett most ez van. Aztán, hogyha bármi változás van, tényleg a Facebookon kirakom mindig a friss híreket a Szerencsevadász oldalon, de élőkben megtalálhattuk majd a Twitch-en, és Facebookon amúgy is mindent le fogok írni, hogy mint merre látható. Én biztos nem adom fel a dolgokat. Tudjátok, hogyha kidobjuk az ajtón, visszamászunk az ablakon, és sose adjuk fel, minden problémából erősebben lehet kijönni, megpróbálok így tenni. Köszi, hogy itt voltatok, legyen szerencsénk, sziasztok!